Sziasztok, itt a Romanyúz heti adása, ami nem egy produkciós videó, hanem egy nyárindító vlog. Hát ez a nyári flash, ez annyira vártatok. Ahol összefoglaljuk nektek, hogy milyen videókat is várhatok tőlünk a következő hónapokban, és azt, hogy mit is várunk tőletek. Mégpedig azt, hogy segítsetek nekünk ezeknek az elkészítésébe, vagy stábtagként, vagy szereplőként. És ha még nem tettitek meg, hogy nem lájkoltatok még a Facebook oldalunkat, most megtettitek, és küldtök ott jelentkezést nekünk, vagy jobban tudjuk regisztrálni. Igen, üzenetben küldtök egy egyszerű jelentkezést, és akkor megbeszéljük a részleteket. A két szuper videó, amit el akarunk készíteni a nyáron, és amihez várjuk tényleg a jelentkezéseket, az pedig az egyik, amit régóta említettünk, a cigány szuperhős Usalin. Igen, és most pedig már van egy új ötletünk is, ahova nagyon szeretnénk szereplőket, elsősorban lányokat várunk. Az pedig az első cigány romantikus vígjáték. Ez egy 10-15 perces kis film lenne, amit tényleg profin szeretnénk megcsinálni. Szerinted az az első cigány romantikus vígjáték? Hiteles? Nem. Biztosan már. Nem baj, ez egy... Az elsők egyike. Az elsők egyike. A 2016-os év első cigány romantikus vígjátékát fogjátok látni tőlünk, hogyha elkészül. Szóval kommentben várjuk a véleményeket, illetve a Facebookon a hozzászólásokat. Még egy fontos elmítésre való tényező, hogy a Romanyúz a nyáron Pesten van. Csak baby, te is én, ketten Budapesten. Mégpedig már most itt vagyunk, ez itt a Margit sziget, ha észre lehet venni. Ott van az a kút, ami zenél. Ilyen kút sehol nincsen egész Magyarországon, ez csak itt a Margit szigetre jellemző. Azt egyébként az 1700-as években építették, második József építette ide. Azóta is itt zenél. Igen, a különlegessége az, hogy nyáron téli számokat játszanak, hogy legyen hó. Meg ilyenek. Let it go. Igen, és hogy ezért nagyon fontos, hogy elsősorban olyan szereplőket várunk, akik pestiek, vagy fel tudnak jönni Pestre. És nem származik ebből anyagi hátrány, vagy bármilyen probléma, mivel igen. Sajnos mi nem tudunk nyújtani semmilyen támogatást. Csak várjuk az tényleg önkéntes szívből lövő jelentkezőket, akiket nem zavar, ha kirakjuk a videót a YouTube-ra. Igen, nem szóval, hogyha kirakjuk a videókat, hogy parancsolgatunk neki, és néha megkérjük, hogy ugorjanak a Dunába. Ilyen egyszerű dolgokról. De ne féltek, ha ő ugor a Dunába, mi is ugrunk a Dunába. Én nem tudok úszni. Én tudok úszni. Hát ilyet! Meghal a gyerek, ott hal meg a medencébe. Na! Mindegy, a jelentkezést egészen 3-tól 60 éves korig várjuk. Aki 61 éves, ne haragudjon, az nem szerepelhet. Így van, a teszt annyi lesz, hogy legót tudjon rakni. Igen, egyébként lesz egy 50 oldalas teszt, azt kell kitölteni, ami csak ilyen legókhoz kapcsolódó kérdéseket fog tartalmazni. Ez volt a nyárindító videónk, nézzétek meg, osszátok meg, kezdjetek el gondolkozni, hogyan is tudtok nekünk segíteni, vagy különben nem lesz semmilyen videó, elköltözünk Pestről, és csalódni hova fogunk. Hova fogunk menni innen? Nem tudom, de itt hagyjuk a várost, ja, és elhíreztáljuk, hogy ez egy nagyon rossz környék. Igen, mert nagyon fúj a szél, és ez egy rosszabb felvétel hangminősége. Sőt, én már most elmegyek, amíg nem jelentkeztek. Jó van, Tibi, elmedig én nem szeretném mondani, hogy Tibi, mindjárt állíts a kamerát, ne, állíts. Rama, Rama.